reggelt kívánok mindenkinek. Augusztus 22-én csütörtök reggel. Szép, akkor ebédeljünk meg, 11:30 van. Van egy kis marhahús golyóm. Tegnap. Tegnap pecsítettem. Na, elkezdett este a desa. Miért csúlod ezt be? Mi a faszom van ember? Mi történt ebben? Miért csúlod ezt be? Mi a faszom?
történt abban. Megtennéd, nem? Sorban csuklódik. Van temeló egyébként. Majd látjuk. Egy művezető srác van itt, valami lengyel lehet, gondolom. Igazi buszma fasz. Ilyen mosolytalan. Ilyen merev fasz. Tegnap feltettem egy videót a külön az volt a címe, azt hiszem, hogy London igazi arca, valami ilyesmi. Vagy London mi is volt a címe? London ismeretlen arca. Amit a turisták nem nagyon látnak. Keresztül mentem itt Hesden, Nisden, Wisden. Fehér embert nyomokban sem láttam. Nézzétek már a videót. Nézzétek már a környéket, az utcák tisztaságát, meg az úri közönséget. Én éltem már 13 évet. Látom itt, hogy hogy lehet megélni. Nyilván jobban, mint Magyarországon. De láttam azt is, amit tegnap megmutattam ebben a videóban. Kérem szépen, teljesen mindegy, én csak egy jó tanácsot adnék a magyaroknak. Teljesen mindegy, hogy kire szavaznak. Még az MSZMP-t is visszaosztatják Türmet Gyula bácsival. Gyula bácsival. Nem is olyan hülye ember az. De. De. Annyit érné csak, olyan pártra szavazzon mindenki a választásokon, mindegy mit ígér, amelyik nem hoz be ide illegális migránsot, nem enged be az országba. A gazdasági helyzet, a megélhetés, az árak lehet jobb, lehet rosszabb, bármi lehet. De ha egyszer beengedték oda a migránsokat, a büdös életet kitolni onnét nem lehet. A büdös életben azok onnét kimenni nem fognak. Márpedig az Európai Uniónak az a célja, hogy minél több migráns telepítsen be Európába. Talán a legszomorúbb, amit mutattam tegnap ebben a videóban, hogy a gyönyörű szép több száz éves keresztény templom mecsetté van alakítva. Kupola van rajta, félholddal. És ki van írva, hogy muszlim mecset. Ez itt Angliában egy bevett gyakorlat egyébként. Láttam már keresztény templomot, hindu templommal is átlényegülni, sőt, muszlim templomot rendeltek valami, ez előtte keresztény templom volt. Ez nagyon szomorú. Ez nagyon szomorú. Egy olyan robbanáshoz fog ez vezetni előbb-utóbb,
ami nagyon sok vérrel fog járni. Most volt rengeteg zavargás, ugye abban a szerencsétlen három gyerek, aki meghalt a csúrkálásba. Rengeteg, még mai napig tartanak a felzúdulások, a tüntetések, stb. Hogy ezzel embert letartóztattak. És el is ítéltek letöltendő börtönbüntetésre nagyon sokat, még őt is nem vett részt a zavargásokban, csupán terjesztette Facebookon, vagy valamilyen ilyen szociál médiában, portál. Azokat is letöltendőre ítéltek. Hogy ezzel embert letartóztattak már. Gyorsított eljárással ítélik el őket. Kérdem, felteszem a kérdést. Mi fog megváltozni? Mi fog megváltozni? Nem lesznek szurkálások? De, lesznek. Nem lesznek migránsok? De, lesznek. Kevesebb lesz a... Kevesebb templom fognak építeni a muszlimok? Nem, nem fognak. Jobb lesz a közbiztonság? Nem lesz jobb. Mit oldanak meg vele? Mit oldanak meg vele? A kevésbé fogja a lakosság gyűlölni a migránsokat? Sokkal jobban fogja. Ez a mostani miniszterelnök, aki van a Labournek, az ostobaságban rekordokat döntöget. Totálisan szemben a lakossággal. Ugye előző konzervatív kormány próbálkozott bele, és Ruandával kötött el egy szerződést, hogy ott bírálják el a menekült státuszukat, és oda viszik a illegális migránsokat. A riporter csinált egy riportot Sunával. Azt mondják, hogy 1000 fontban fogadok önnel, miniszterelnökül, hogy egyetlen egy migráns szállító gép sem fog elindulni Ruandával. Azt mondta a Suna, hogy tartom a fogadást. Elvesztette a fogadást. Még azok az emberek is Angliában maradnak, akik a kitoloncolásra ítéltek, tehát deportálásra ítéltek, bírósági ítélettel embereket, mert olyan bűncselekményt követtek el, még azok is Angliában vannak. Nézzétek meg a videót, amit feltettem. Ez 3 kerület. Londonnak a 60%-a ilyen, de akkor óvatosan becsüntem, lehet, hogy 80. Ilyen, Londonnak.
persze ezt nem mutatják a turista, a utazásokról szóló reklámfilmek, az elmutatják a Trafalgar teret, a Sohót, a Panoptikumot, egy csomó szép kirakat helyet megmutatnak. Ide nem viszik el a turistákat ilyen helyekre. És ez nem úgy aránylik, mint mondjuk volt Budapesten két ilyen helyről tudok, most már háromról. Ugye volt a Nyolckertben az a Leonardo da Vinci utca környéke, meg volt ott a Illatos út környékén a Gyumbesz, azt már lebontották, meg most van azt a Hős utca és környéke. Na de ezek egy Budapest nagyságához képest, ezek egy kis helyek. Nagyon kicsi helyek. Amit én mutattam tegnap a videómban, az meg Londonnak a 60% olyan, hogy oda nem kéne költözni. És ez egy 10 milliós város, azért ne felejtsük el. És a 60%-ról beszélek. Én Londonnak szinte minden részén, most már 13 éve, szinte minden részén dolgoztam. Nagyon kevés a hely van, ahol nem dolgoztam. Ugye építőipar ilyen. Hát mit mondjak? És egyre rosszabb a helyzet. A gazdaság szarabb állapotban, kevesebb segélyt tudnak fizetni, ezért nem dolgoznak. Óriási szakemberhiány van Angliában, de hát ezek nem szakemberek. Aki ide jön Szomáliába, az nem fog beülni a gépbe dolgozni. Erre a nyugatra vágytunk, erre a nyugatot irigyeltük, ezt a nyugatot. Mondtuk, hogy oda megyünk, olyan kell nekünk is, olyan nyugat kell. Hát ez lett belőle. Ez lett belőle. A nyugatban. Na. Ez a gép egyébként, amiről most tudok, ez a 3 tonnás gép. Ez egy ilyen tipikus ilyen hebrencs gép. Csapódik, vágódik. Egy rendkívül odafigyelős gép.
nagyon ilyen hirtelen gép.
és másfél tonnás hitacsi